A szolnoki többség mind a 10 képviselője letette az alpolgármester személyére vonatkozó javaslatát a polgármesternek, több mint egy héttel ezelőtt kezdte tájékoztatóját Györfi Mihály. Akkor megegyeztek abban is, hogy két alpolgármester lesz, Miskolci László, a DK önkormányzati képviselője, valamint Szalai Ferenc külsős, vagyis nem az önkormányzati képviselők közül kiválasztott jelöltje. Györfi Mihály szerint erre a döntésre azért van szükség, mert a választópolgárok arra hatalmazták fel az ellenzéket, hogy erős kontroll alatt tartsák a szolnoki Fideszt. Tegnap megdöbbenéssel vettük észre, minket erről nem tájékoztatott, illetve nem értettük, hogy ha egyszer mi megbeszélünk valamit, hogy ő maga nyilatkozza ki a tárgyalások során, Szalai Ferenc, hogy azon kevés joga között maradt, hogy ő jelöli az alpolgármestert, akkor miért nem jelölte be Miskolci Lászlót? Úgy tűnhetett a tegnapi közgyűlésen, mintha a többségnek nem lett volna jelöltje, fogalmazott a képviselő, holott többször is egyeztettek a témában Szalai Ferenccel. Györfi Mihály kitért az önkormányzati bérlakásokról szóló indítványára is. Eszerint mostantól csak azok vásárolhatnak ingatlant a várostól, akik már legalább 10 éve abban élnek. Erre a döntésre nyomós oka volt az ellenzéknek, szögezte le a politikus. Most volt ez a Kozák Ferenc ügy, hogy megkapta a lakást, 85 négyzetméteres lakásról beszélünk, és ez azért fontos elmondanom, mert most is volt egy olyan pályázó, akinek 4 gyermeke volt. Oda lehetett volna adni ezt a lakást. Mi történt? Maga Póta Sándor képviselőtársam ismert el, hogy lehet, hogy jogilag rendben volt, de nem volt etikus. Eladtak egy lakást neki, amit utána egy héten belül értékesített. Számos megkeresést kapott választókörzetéből, a Tallinn város részből a lehullott falevelek miatt vette át a szót László Norbert. Sok idős ember él a körzetében, akik nem tudnak maguk gondoskodni a zöld hulladékról. Tájékoztatást kértem a hivatal részéről, hogy mikor várható a tisztítás, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy az előző közgyűlés nem terveztette be az idei őszi szezonra a választókörzetünkben ezt a fajta zöld hulladék áttakarítást. A polgármesteri hivatal, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Kérésükre segített megoldani a problémát, folytatta László Norbert. Hozzátéve, a későbbiekben nagy hangsúlyt fektetnek majd arra, hogy ilyen helyzet ne fordulhasson elő. A tegnapi testületi ülésen mi képviselők egyetértettünk abban, hogy vége a kampánynak, és együtt kell, hogy működjünk. Ez a sajtótájékoztató nekünk azt üzeni, hogy ezt nem gondolták komolyan a szolnoki többség frakciói, reagált a tájékoztatón elhangzottakra Tasnádi Zoltán. Az alpolgármesteri témával kapcsolatban el kell, hogy mondjam, hogy a polgármester úr 3-szor egyeztetett a szolnoki többség képviselő csoportjaival. Akkor is elmondta, és a testületi ülésen is elmondta a javaslatát, amely arról szólt, hogy ő szívesen jelöl a szolnoki többségből két alpolgármester jelöltet, illetve a Fidesz-KDNP frakcióból pedig egy alpolgármester jelöltet szeretett volna jelölni. Tette volna ezt azért, mert azt gondoljuk, hogy az a képviselőcsoport, vagy azok a képviselőcsoportok, akik 10 főt delegálnak Szolnokváros közgyűlésébe, azoknak Szolnokváros vezetésében is felelősséget és munkát kell vállalni az elkövetkezendő 5 évben. Az önkormányzati lakások elidegenítéséről szóló rendelet módosítása Tasnádi Zoltán szerint nem oldja meg a bérlakás problémát Szolnokon, ahogyan fogalmazott, csak arra volt jó, hogy beszéljünk róla.